a Maglódi Amatőrök a Kultúráért Egyesület 2008-ban kulturális és jótékonysági céllal alakult meg. Legutóbbi összefogásuk az allergiás rohamok, reakciók, anafilaxiás sokkok, valamint fizikai terhelés hatására fellépő vagy ismeretlen eredetű sürgősségi kezelésre alkalmazható EpiPen nevű injekciók maglódi gyermekintézmények számára történő átadása érdekében jött létre. 2008-ban jött létre az Egyesület, elsősorban kulturális és jótékonysági célzattal. Mostani időkben elsősorban jótékonysági rendezvényeket tartunk, elsősorban gyermekek számára óvodák, bölcsödék felé célozva, a Légy Jó Gyűjtő név alatt. A mai napnak a precedense egy allergia által okozott görcsös roham sok hatás, mondjuk mogyoró vagy rovarcsípés által begörcsölt embereknek a megmentésére szolgáló EpiPen nevezetű injekciót fogjuk átadni az intézményeknek, az óvodának, bölcsődének és az iskolának. A EpiPen injekció átadását nagy örömmel fogadták, ugyanis abban az esetben, hogyha valaki allergiás rohamot kap, azonnal rendelkezésre áll az injekció, és ez megoldja ezt a problémát. A helyi Fidesz tagsága is támogatta a kezdeményezést. A Maglódi Fidesz alapcsoport az elmúlt években több jótékonysági rendezvényen, illetve gyűjtésben vett részt. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ezekhez csatlakozzunk, részt vegyünk, aktívak legyünk, védjük a családjukat, gyermekeinket. A tagság egyértelműen támogatta ezt a kezdeményezést, hiszen itt a gyermekek életét tudjuk ezzel megvédeni. Sajnos az utóbbi időszakban számos helyen történt ebből baleset, akár haláleset is, és ha ez az injekció rendelkezésre állt volna, akkor életet lehetett volna menteni. Így kiemelten fontosnak tartottuk, hogy ez a kezdeményezéshez, a Magam Egyesületnek a gyűjtéséhez csatlakozzunk. A Maglódi Fidesz csoport tagjainak a magánadományából is gyűlt össze ez az össze, amivel tudtuk támogatni ezt a kezdeményezést. A Maglódi Polgári Kör fontosnak tartotta a célkitűzés teljesítését, így ők is a kezdeményezés mellé álltak. Maglódon egyetlen egy óvodába, bölcsödébe, iskolába sincs ilyen injekció, és ennek kapcsán felmerült, hogy a polgári körnek is érdemes lenne, fontos lenne ezt támogatni, hiszen nagyon sokszor csinálunk ilyesmit, és hát ezt elég fontosnak tartottuk, és az óvónők véleménye, bölcsődei vezetők véleménye szerint erre azért nagyon-nagyon fontos szükség lenne itthon is, hiszen többször előfordult, és nálunk nincs, és akkor úgy gondoltuk, hogy támogatjuk, és hát a Barta Laci barátunk szervezte ezt az egészet, ő úgy gondolta, hogy támogatók a gyűjtött, és mi szívesen álltunk ez a kezdeményezés mellé. Nagyon-nagyon látszik, hogy nagyon rosszul van tényleg, és ilyen láthatóan eszméletvesztés környékén jár a allergiás rohamot sokkot kapó gyermek, vagy akár felnőtt is. Tehát a injekciót bármilyen esetben be kell adni, amikor felmerül ennek a gyanúja, és tényleg úgy látszik, de a mentőt is ugyanabban a pillanatban ugyanúgy értesíteni kell, akár beadjuk injekciót, akár nem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mentő és injekció. Most, tehát ez egy junior változat, de akár hogyha felnőttnél tapasztalható, mondjuk egy tanárnál, egy bölcsis dolgozónál, vagy egy óvodai dolgozónál fordul elő, akár felnőttnek is. Ez is életet menthet, ugyan nem akkor adagon benne, mert ez súlyra van. Az elméletek 10 és 30 kiló között használható ez a injekció, de abban esetben is, ha egy felnőttnél, akkor is érdemes beadni, mert életet menthet. A Maglódi Gyermekintézmények képviselői számára Barta László, az Egyesület alelnöke adta át az injekciókat. Az eseményen mindenki megjegyezte, hogy a legjobb az lenne, ha ezeket soha nem kellene alkalmazni. A városvezetés által is támogatott célzott adományokat 5 intézményben helyezték el. Sok civil szervezet van Maglódon, sok támogatást gyűjtenek össze és adományoznak különböző gyerekeknek, embereknek, de mivel legbecsesebb kincsünk az élet, ez a legfontosabb, hogy az életet tudjuk valamilyen szinten védeni. Az önkormányzat örömmel fogadta Barta Lászlónak, a polgári körnek, különböző embereknek a célzott adományát erre a
EpiPen nevű gyógyszerre. Ne adja Isten, hogy szükség legyen rá, de ha egyszer mégis, akkor ezzel életet tudunk menteni. 5 intézményben lesznek ezek elhelyezve, vagy lettek már kihelyezve, és ha bármi adódik, akkor készen áll a segítség.